Sőtnek az ő izomrezgései is. Legyen az bármi, vagy bármi. Tehát most erről szerintem ennyi röviden elég, csak azt mondom, hogy nagyon nagy hatással tud lenni ránk, és ugyanakkor én azt gondolom, hogy nagyon nagy képességeket is fejleszt bennünk, ha jól nézzük a színházat. Egyébként volt is a nézőművészeti fesztivál. Nem, hanem ennek a társulatnak. Volt egy nézőművészeti darab, igen, amiben a Cheryl Mucci, igen. És a lényeg az, hogy hát ott ugye ebből csináltak viccet, hogy te rendesen nézed el a színházat, de egyébként tök jó dolgokat lehetett belőle megtanulni. Na most mi kell ahhoz a színészhez, hogy ő jó legyen? Hát megmondom, egy valami, amit viszont én a terápiában, a gyereknevelésben, minden pillanatban látok, a bizalom. Ha te bízol a te gyerekedben, ha te bízol a te páciensedben, ha te bízol a tanítványodban, ha bízol a színészben, akit megkértél, hogy dolgozzon vele, hát akkor tulajdonképpen szárnyakat kap. Tehát Goethe azt mondta, hogy a gyereknevelésben tényleg csak két dolog kell, hogy adjál szárnyakat, viszont gyökereket is. Tehát legyenek gyökerek, amihez vissza tud térni, meg aminek ilyen erős, igazi, masszív támasz, például értékrend. És a másik, hogy adjál szárnyakat, hogy engedd, hadd röpködjön, ne tiltsad. Majd ő fogja tudni, majd ő tudja. Én magamat is fékeztem, amikor valamihez nem volt tehetségem, bár pedig nagyon sok mindenhez nem volt, akkor én magamat lefékeztem azelőtt, mielőtt nekem bárki megtiltotta volna. Ezt nem tudom, hogy így értitek ezt. Tehát én a mai napig nem tudok biciklizni, és én olyan jól el vagyok. Tehát nekem ez nem hiányzik. Bármilyen fiú vagy bárki akarta megtenni, én úgy éreztem, hogy ez nem az én műfaj. Hagyjatok engem még egy ilyen vékony keréken. Na, ne. És mégis itt vagyok. És ugyanakkor például kitalálom egyik napra a másikra, hogy én csinálok egy színházat. Azt Kapolcson megmutatom, és utána 19 éve ez megy. Úgy, hogy minden egyes alkalommal új előadást és új témát és új dolgokat írok. Na most, miért fontos ez a bizalom? Hogyha úgy nézel rá valakire, ugye, egy kicsit a buborék hatás azért a színházban is érvényesül, hogy én már otthon tudom, hogy melyik színészre nem vagyok kíváncsi, ha egy kicsit járatos vagyok. Én már otthon tudom, hogy melyik színházban nem fogok járni. De ahova járok, az legtöbbször visszaigazolja, hogy igen. Az a bizalom, amit éreztetsz a színésszel, azt gondoljuk el, hogy megsokszorozódik. Tehát, hogy ő oda kijár, mindegy, hogy egyedül vagy egy csapatával, és ott egyszer csak 80, sőt, mondjuk a Víg Színházban 1200 ember. 1200 ember fog együtt lélegezni. Csodálatos dolog. Én annak tartom legalábbis. Fantasztikus dolog, na de ő benne ez azért nem csak örömöt fejleszt, az ő képességeit állandóan fejleszteni kell, hogy ennek még jobban meg tudjon felelni. Mert lehet, hogy tegnap még jó színész volt, de holnap már nem biztos, hogy az lesz. Tehát egy állandó önigazolási kényszerrel is jár ez a pálya neki. Én nem vagyok színész, és nem is lennék alkalmas rá. De arra, hogy én őket szervezem, kitaláljam, rendezem, arra tudni, hogy lehet, hogy van valami képességem. És én is fejlődöm tulajdonképpen általuk minden áldott előadáson, mert folyton megtanulok új dolgokat. És hát azt gondolom, hogy most itt egy olyan kulcsszóhoz érkeztünk, hogy nyitottság. Tehát, hogy valamiféle ilyen, ha így ülsz be, és most nem csak mozdulatot értek alatta, hanem olyat, hogy na tessék, próbáljátok meg engem szórakoztatni, ugye?
Hát akkor ez az ellenállás, hogy én akkor sem akarom befogadni, ez át fog sugározni a színpadra. De most itt színpad helyett a koncerttermet bármit mondhatok, ami művészet. Ő ettől befeszül, begörcsöl és rosszabbul fog teljesíteni. Ha úgy jössz le, hogy tessék engem elszórakoztatni, mint egy óvodás, például, ezt most eszembe jutott elé, csak most, hogy dolgoztam én sokáig állami gondozottakkal. Nem gyerekek voltak már, hanem 18-20 évesek. És egyszer elvittük őket egy kis busszal Pécs mellett egy szabadtéri színházba, mert épp ott táboroztunk. És hát ezek a gyerekek, ezek mondom, hát úgy gyerekek, hogy már azért néhányan a fiatalkorúak börtönéből ki, és az ifjúságból kiskorúak be, tehát azért sok mindent tudtak, amit én nem. Na hát, és az nekem ez életre szóló nagy élmény volt, hogy a Moricsibon Uri-Muri, bemegyünk oda a szabadtéri színpadra, és akkor a Csoki nevű 200 kilós cigánygyerek, mi van Uri, mikor kezdődik már? Hát, hogy így miért nem? Na most, ott volt a színpadon egy szalmatetős kunyhó, ugye, mint tudjuk, a végén azt felgyújtják, és ott volt egy kút, egy kémes kút, és akkor többször bemerítették a vödröt, és locsolták egymást, és ilyen népi játékok, ilyesmi, népi színmű. De ezt a Jordán Tamás nem szintén az ő nevét kell mondanom, és hát én gondoltam, hogy menjünk el. Na most, amikor azt kérdezi tőlem ez a gyerek, aki életében először, sajnos szíven fájdja, azt hiszem, utoljára volt színházba, azt kérdezte, hogy te Júli, most azért pont itt van ez a színház, mert itt volt egy kult. És ezért ide rendezték ezt az előadást, hogy emiatt ástak egy kutat. És ezt szoktam a színészeknek, rendezőknek is mesélni, hogy gyönyörű. Nem? Tehát ő a maga ritka dörzsöl, nagyon nehéz életével, egy 3 évesnek a bábszínházi odaadást. Ma már egyébként a bábszínházba jár a 3 éves gyerek, nagyon sokat tud. Tehát az már többet tud, hogy ilyen naív kérdést tegyen föl egyébként. No, erről a bizalomról még, hogy meg egyáltalán erről a szakmáról, hogy például az a kérdés, a rutin segít vagy gátol, mit gondoltok? Na de mennyire? Mennyire? Tehát, hogy kire bíznál jobban egy, mondjuk egy olyan szerepet a Pszichoszínházban, amivel improvizálni kell, aki most frissen jön ki a főiskoláról, vagy most már egyetemről, ugye szoktuk mondani a tojás hinnék a fenekén, ez szerintem tök jó magyar mondás, magyarul nem tud semmit. De ettől az ártatlanságtól, ettől lehetséges, hogy zseniális lesz, amit csinál. Lehet? Lehet. Avagy mondjuk egy Kossuth Díjas színészre, mint a Molnár Piroska, vagy a Csákányi Eszter, vagy a Pogány Judit, vagy a Kurta János, akikkel szintén dolgoztam, na de akiknek veszedelmes, hogy minden a kis ujjában. Tehát a Margitai Ágédrága, az is játszott velünk, és ő is úgy fogalmazott, hogy kell az agyunknak az a frissítés. Mert én ezt most már, hogy ennyi ideje ezt csinálom, el sem tudom képzelni, hogy bírják azt a színészek, mondjuk nem tudom, láttátok-e, vagy ha nem, akkor meg lehet kapni DVD-n a Portugál című fantasztikus őrületet. Most vették rá a színpadra, mert már kaparták a falat. Kinyúlva. De mindenki imádta, ugye? Hogy amiben a Szirtes Ági ugye részegen úgy biciklizik, hogy minden alkalommal így eldől, a biciklivel együtt, nem is tudom, hogy ilyet hogy lehetett kitalálni, és akkor utána mond egy ilyen magyar tala mondatot, hogy vigyak már egy fröcsikét, és viszik, és bőséggel iszik. Na a lényeg az, hogy ez rutint ad, de ezt nagyon nehéz elképzelni, bármilyen jó előadást, hogy tudjátok ezt megcsinálni 100-szor, 200-szor, hogyan tudom. Na most én voltam a 25. színházban 5 évig, úgy hívtam magam, hogy hivatásos néző, hogy jártam, keltem velünk vidékre, ide-oda, és
Hát én ott megnéztem mondjuk a Don Quixote de la Mancha című előadást, legalább 50-szer. Munkásszállón, akkor faluba, én tényleg volt olyan, hogy hozták az emberek a templomkertbe, vagy az iskola elé a hókerét magukkal, és akkor leültek és nézték a színházat. Előtte ott végig tomoroztuk, gyönyörű volt. Olyan is volt, hogy hát megkérnek minket, vagy hát mondom, én nem, én mindig ilyen mindennek a kívülálló szélén vagyok, így állok fel. Hogy hát most ne, hogy ne legyen 7 órakor az előadás, mert a tehenek még nem gyűlnek, addig haza. És akkor ugye a tehenek a legeltetésből mindegyik a saját portájára tudja, de abban a faluban, akkor éppen azon a nyáron, vagy mindig, hát itt legyen 8-kor. Na, mert ugye a tehenek hadd gyűljenek már haza. Nekem, aki egy ilyen abszolút testi gyerek vagyok, hát ez életre szóló élmény volt, csodás volt. Na most, ugye kérdés az, hogy a színész az-e, akit játszik, vagy azzá válik arra a pár órára, akit játszik, vagy ugye a nagy rutinjával úgy csinál, mintha az lenne, de persze ő közben nem az. Na most, hogy milyen egy furcsa pálya, hogy akkor lesz valaki hiteles, ha őszint. De úgy legyen őszinte, de közben az a szakmája, hogy te magát játssza. Tehát akkor most hogy van ez? Azt várjuk, hogy adjad önmagadat, miközben te mindig játszol valaki más. Ez így érthető. Lehetetlen igazából. Legyen hűséges a darabhoz, a szerephez, tehát ugye például ne villogjon túl. Ha ő neki csak annyi a szerepe, hogy ott áll, jelen van, itt nagyon fontos dolog, és ez szerintem ti minden ilyen emberekkel foglalkoztok, hogy minden szakmában az, hogy van jelen, ott, addig is, amíg neki nincs a nagy monológia. Hogy működik. Ez a dolog, hogy ott van, és én tudjam, hogy ott van, és ő akkor addig nem kukucskálhat kifele, hogy jaj, hát eljött a régi pofónéni, hát ő nem teheti, ő ott az, aki áll. Például a Radnóti Színházban, hát azt nagyon-nagyon melegen ajánlom, mert különben szoktam ajánlatni, mint népművelő, a kulturális tálca, ahol én vagyok a tálca nélküli miniszter, kulturális programnak, tehát például az egy piaci nap, azon a pici Radnóti színpadon, ami nem is tudom, tárkisebb mindez, legalább 25 színész és zenészek, és mindenki, mindig, végig ott van. És közben vannak olyanok, akik így előjönnek, és akkor ők ketten fognak most beszélgetni, aztán ők ketten. De mindenki abszolút jelenléttel ott van. Vagy például a Per Bűnt, amit nemrég láttam, és majd tavasszal elég újra lehet látni a stúdiókában, hát az igencsak szól arról, hogy hogyan fejlesztik az a nézőnek a képességét és az odaadását, mert ez egy 5 és 3/4 órás előadás. Tehát a stúdiókában elkezdődik egy színház, utána kivezényelnek egy buszhoz, amelyik fölvisz a Kőbányába, és ott akármilyen évszakban, 8 fokban, de végig nézed úgy az előadást, hogy Per Bűnt élet történetét, ahogy ő keresi magát, no te ugyanúgy keresed őt, és néz utána, jéghidegve, úgyhogy látszik a leheletük, és vándorlunk a Per Bűnttel együtt, és valami olyan csoda, én egy nagyon kényelmes ember vagyok, én azt szeretem inkább, ha föltetem a lábamat, és egy hátradőlős karosszék, és hát ez minden volt, csak nem kényelmes, viszont annyira lehetett a szövegre, a lényegre, az értelmére figyelni, és azt gondolom, nem hiszem, hogy patetikus, amit mondok, hogy jobb ember lettem tőle. Tehát attól, amit kapok én, nézőként egy igazán katartikus előadástól, az engem jobb emberré tesz. Na most, mi van akkor, hogyha a színész például utálja a partnernőjét? De el kell játszani, hogy mi vagyunk Rómeó és Júlia, a világ legnagyobb szerelmes párja. Hát ilyenkor mi van? Hát semmi nincs.
Úgy fogják eljátszani, hogy te sírsz. Úgy fogják eljátszani. Nem tudom, ki látta a Chicago című filmet, én legalább 6-szor, de az Alföldi Robi rendezését is nagyon ajánlom, ami nagyon más stílusú. Na most, akkor kimaradt az a mondat, ami a filmben benne van, hogy a végén ugye a két önjelölt sztár az azt mondja, hogy csináljunk közös műsort. Jössz velem? Dehogy menjek, de jössz, de gyere. Hát nem lehet, mi az akadály? Az, hogy utálom. Egyetlen szakma van, ahol ez nem számít. Mondja erre a Velma Kelly, és természetesen összeállnak egy csapattal. Tehát az illúzió és a hatáskeltés az alázatosan alárendelteti azt, aki csinálja. Tehát nem érdekes, hogy te utálod, vagy nem. Nem érdekes, hogy más pártra szavazod, vagy nem. Hogy az egyik Fradi Drucker, a másik ember. Kit érdekel? Nem érdekes, és akkor itt ugye vannak mélyebb rétegek is, amikor ugye pont mondjuk maradjunk a Rómeó és Júliánál, amiből mondjuk a Rómeó az éppenséggel a Mercúcióba szerelmes. Nem pont a Júliába. De ugye lehet, hogy a Mercúció, a speciál, az pont most csábult el a büfés fiú felé. Hát most ott van a dráma, tehát ő neki csak az a dolga, ha jó dolga van, ha nem, hogy a szeret érdekében ő valamit dirítson. Ez egyébként egy csodálatos dolog, hogy mennyire háttérbe tudják helyezni, és szerintem ez a mi munkánkban és a ti munkátokban, és mindenkinek, ha emberekkel dolgozik, egy nagyon fontos tanulni való, amit tényleg a színpadról meg lehet tanulni, hogy valahogy átkattanjon az anya. Tehát, hogy akkor például úgy mondta nekem most elég egy operaének és a rádióműsoromban, hogy anya üzemmódba megyek, amikor megkapom a két gyerekemet délután, és különben meg el van foglalva az opera színészi szerepével.